hidegebb hónapokban hajlamosabbak vagyunk a megfázásra, az influenza és egyéb vírusok könnyen beledöntenek minket a lábunkról. Ebben az időszakban több vitaminra és ásványi anyagra van szüksége szervezetünknek, hogy megbirkózzon a kórokozókkal. A téli vitamin és ásványi anyag pótlás egy olyan terület, ami tapasztalatom szerint elég sok tévhit övez, tehát valamiért tartja magát az az elképzelés, hogyha télen nem tudunk annyiféle gyümölcsöt enni például, akkor biztos, hogy nem viszünk be elég vitamint és ásványi anyagot. Holott vitaminok és ásványi anyagok forrásai nem csak a gyümölcsök, persze a gyümölcsök is, de egyébként a zöldségek is, a hüvelyes zöldségek is, mert azt így kicsit külön kategóriaként szoktuk emlegetni, illetve akár mondhatnám a gabonaféléket is, a tejtermékeket is, a húsokat és halakat is, tehát minden fő nyersanyagcsoportnak megvan a jellemző vitamin-ásványi anyag összetétele, vagy egyéb tápanyag összetétele, ami miatt nagyon fontos a bevitelük. Tehát általánosságban azt tudjuk elmondani, hogy a téli hónapokban ugyan mindenképpen csökken így a változatosságnak a lehetősége, tehát hogy számszerűen kevesebb alapanyag elérhető szezonálisan, de például nagyon értékes alapanyag télen is, januárban is elérhető, a káposztafélék, a paraj, akár a tök, a cékla, a répa, a zeller, szóval ezekből egy abszolút színes tányért tudunk összeállítani, és ez tulajdonképpen az egészséges táplálkozásnak az egyik alapköve, hogy minél színesebben és minél változatosabban fogyasszuk a különböző alapanyagcsoportokat. Vitaminpótlásban az egyetlen kivétel az a D-vitamin. A D-vitamin az, amit a téli hónapokban, tehát mondjuk, sőt már az őszi, tehát ilyen szeptembertől április-májusig szinte mindenkinek érdemes pótolni. Ez felnőttek esetén ilyen 1500-2000 nemzetközi egység per nap pótlást jelent, hiszen ugye a D-vitamin képződésben a napsütésnek óriási szerepe van, és télen csökken a napsütéses óráknak a száma, és élelmiszerekből, természetes forrásokból nem tudunk megfelelő mennyiségű D-vitamin bevinni, elfogyasztani, ezért ez az egyetlen ilyen, amit érdemes pótolni. Minden más, az pedig attól függ, hogy milyen esetről beszélünk, tehát például egy sportoló esetén megnövekedhet a vitamin ásványi anyag szükséglet, várandósok esetén, idős korosztály esetén, akár gyermekeknél is lehet olyan eset, amikor indokolt lehet, vagy mondjuk egy krónikus betegségben szenvedő, tehát van olyan eset, amikor indokolt lehet egyéb vitamin ásványi anyagpótlás, de az nem feltétlenül a hónaphoz köthető, hanem inkább a jelen állapothoz és a körülményekhez. A napi zöldség gyümölcs bevitelnek az 1/3-át érdemes nyersen elfogyasztani. Ennek így vitaminok szempontjából a C-vitamin miatt van óriási jelentősége, mert a C-vitamin az hőre bomlik, tehát hogyha megfőzzük, megsütjük, hőkezeljük bármilyen módon azt az adott zöldséget vagy gyümölcsöt, az kevésbé jellemző, de ettől függetlenül az is egy opció, illetve akár, ami szintén egy gyakori hiba, hogy teába, hogyha túl melegen rakjuk az aszkorbinsavat, akkor az is gyakorlatilag teljes mértékben elbomlik. Szóval emiatt a C-vitamin szempontjából az 1/3 az jó, hogyha nyersen fogyasztandó, illetve itt is azt emelném ki, hogy érdemes a változatosságra törekedni, tehát lehet párolva, sülve, grillezve, savanyítva, nyersen, szóval ez egyrészt attól is függ, hogy milyen élelmiszert fogyasztunk, másrészt ízlés kérdése is, de mindenképpen vegyesen. Ezekben a hónapokban megeshet, hogy szükség lehet plusz vitaminkészítmények használatára is, ám ha minden nap eszünk friss zöldséget, gyümölcsöt, salátát vagy főzeléket, akkor nem csak egészségesebbek lehetünk, de kiválthatjuk velük az édességeket és a nasolnivalókat is, ami segítheti a megfelelő étrendünket. Mindenképpen javasolt évente egy laborvizsgálatot elvégeztetni. Ebből néhány táplálkozással összefüggő paraméter is kiderülhet, és ezen felül dietetikus tud abban segíteni, hogy egy részletes táplálkozási anamnézist követően meghatározza, hogy mi az, ami esetleg hiányos vagy elégtelen a bevitele, viszont itt is azért szeretném kiemelni azt, hogy elsősorban, hogyha kiderül egy hiányos bevitel, akkor azt megpróbálja a dietetikus olyan tanácsokkal orvosolni, ami a természetes forrásokra vonatkozik, és csak
másodlagosan, ha ez valamilyen módon, valamilyen okból nem megoldható, akkor lesz az, hogy egy konkrét étrend kiegészítő pótlásról fogunk beszélni.